A magyarországi kékfestés hagyományát 2015-ben vették fel a Szellemi Kulturális Örökség Nemzeti Jegyzékébe, olvasható ezen az oklevélen Nagynyárádon. Itt dolgozott Sárdi János mester, akinek emlékszobájában fia mutatta meg a kiállított tárgyakat. Ifjabb Sárdi János követi apja örökségét. A családi ház műhelyében ő folytatja a mesterséget, amit eredetileg a betelepített svábok honosítottak meg Magyarországon az 1700-as években. Ők hozták magukkal ezt a technológiát, meg a hozzá tartozó mestereket, nem csak a kékfestőt, bognárokat, stb., amiket ők használtak. És hát elkezdték itt is azok is letelepedni, műhelyt alapítani, és hát dolgozni. És hát ugye az itt lévő magyar lakosság is megszerette ezt, mert hát rájöttek, hogy jobb a kék színű ruhába dolgozni menni, mint a fehérbe, mert nem koszolódik annyira, könnyebb a kezelése. Kékfestők portékáival találkozhattak az érdeklődők Nagynyárádon hétvégén. Kétnapos fesztivált tartottak a ma már csak kevesek által gyakorolt szakma és a baranyai település mestere előtt is tisztelegve. Látogatható a műhely teljes mindkét napjában, sőt az előtte levő héten is már a János nagyon sok csoportot fogadott. A kékfestő mesterünknek nagyon örülünk, tehát a János bácsinak a itteni munkássága, amit letett a kékfestő mesterség mellett a szeretetével és az emberségével, azért azt mondom, hogy nagyon sok embert megmozgatott a környéken, az országban, tehát az országon kívül is, tehát én a külföldi vonalon is már ismertek vagyunk nagynyáradiként. A fesztivál sátor színpadán pedig tánccal, zenével szórakoztatták a vendégeket. A rendezvényre 3-4 ezeren látogattak el a hétvégén, tudtuk meg a polgármestertől.